A 29. Alternatív Nemzetközi Rövid Filmfesztivált szeptember 29 és október 3 között szervezi meg Marosvásárhelyen a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség, ezúttal az Érted Egyesület társszervezésével. Sipos Levente fesztiváligazgatót köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt. Nos, hát már is azzal kezdeném, hogy milyen helyszínekben gondolkodnak, a járványügyi helyzet folyamatosan átírja az ilyen jellegű eseményeknek a terveit, hogy kalkulálnak? Hát mi a Kultúrpalotára készülünk, tavaly kénytelenek voltunk az utolsó pillanatban kiköltözni a nyári színházban. Az idén pont annak érdekében, hogy ne kelljen időpontváltoztatást eszközölni, ugyanis a fesztivál hagyományos időpontja november eleje, szeptember végére terveztük, körülbelül egy jó hónapja azért elkértük a nyári kertet és a nyári mozit is annak érdekében, hogyha megint baj lesz ezzel a sokat emlegetett negyedik hullámmal, akkor legyen egy menekülési tervünk, de jelen pillanatban a műsort, mindent úgy készítünk, hogy a Kultúrpalotában leszünk, és a tegnap nyilvánosságra hozott tervezett új rendelkezések, járványügyi rendelkezések egy picit most bizakodóbbá tettek bennünket, hiszen ebben azt terjesztették elő, hogy 3 és 6 ezrelék között még mindössze annyi történik, hogy 70%-ról 50%-ra csökkentik a termek kihasználhatóságát, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez alatt, a 2 hét alatt nem kerülünk 6 ezrelék fölé, és akkor rendben a Kultúrpalotában a hagyományos és méltó helyszínen le tudjuk bonyolítani az idei fesztivált. Hogy alakul a versenyprogram? Tudom, hogy nagyon sok volt a nevezés. Hány filmet válogattak össze? Végül 40 filmet válogattunk, ez is rövidebb, mindössze 9 órányi a versenyprogram, rövidebb, mint általában, hiszen pont azért, mert a bizonytalanság volt az előzsűrizés alatt, illetve azért is, mivel ha bent is leszünk a Kultúrpalotában, nagyobb szüneteket kell tartanunk szellőztetésért, ezért rövidebb a versenyműsor, tehát 40 filmet válogatott be az előzsűri, amiből 24 kisjátékfilm, 12 animációs film és 2-2 dokumentum, illetve kísérleti film a választék. Mi az, ami ezen kívül nézhető? Azt olvastuk, hogy magyar és román játékfilmek egyaránt friss alkotások is szerepelnek a kínálatban. Néhányat említsem meg, most nyilván nem fogjuk felsorolni az összeset. Természetesen, hát amit leginkább kiemelnénk, ugye a Természetes fény, amely az idén Berlinben ezüstmedvét nyert, ez a fesztivál zárófilmje lesz vasárnap 6 órától, a szombat este a Toxikóma, amely külön köszönet a Filmtett Egyesületnek, amely rendelkezésünkre bocsátotta a filmet a hivatalos bemutató előtt, hivatalos romániai bemutató előtt, és csütörtök este a megnyitó után Szabó István zárójelentését vetítjük. Rádu Zsudénak az idei filmje, és mint minden Rádu Zsudé film, mit tesz a fesztiválon, végül is 11 nagyjátékfilm és 2 hosszabb dokumentumfilm lesz az, ami a rövid filmek mellett film kínálata a fesztiválnak. Milyen kísérő programokat terveznek még, hát, mivel csábítják az érdeklődőket? Igyekszünk, mint mindig, tehát az idén is lesz 4 hangversenyünk, Cári Tibor tavaly után az idén is visszatér a fesztiválra, lesz egy Harcsa Veronika Kassákest, a Byron együttes Romániából, illetve vasárnap este fesztiválzárásként Hobónak a Rejtő Dekameronja, ez így egy erős kombinációnak tűnik, hisz mind Hobó, mind Rejtő Jenő még mindig elég népszerű
ami vidékeinken. Lesz két színház előadás, egy felolvasó színház, illetve a Jorik stúdiónak egy előadása, amely a Színi Egyetemen zajlik majd, és lesz kettős félkönyv bemutató, hiszen az egyik az Fartas Velman Évával a Cári Tibor koncert után, ahol a költőnő is fellép, ott lesz egy beszélgetés, illetve szombaton egy könyv bemutató a Filmtett Egyesület által készített és kiadott könyv a romániai magyar filmgyártásról, illetve a Bugya Zsófia szerkesztésében idén megjelent könyv az Uránia Nemzeti Filmszínház történetéről. Hát ez a mi újdonság, hiszen könyvbemutatónk még nem volt a fesztivál programjában. Hát egy igazán gazdag kínálat, mindenképpen izgalmasnak hangzik. A zsűriről nem ejtettünk még szót. Kik a tagok, hogy ezt lehet tudni? Gondolom, hogy igen. Igen, először a fesztivál történetében ugyanaz, majdnem ugyanaz, hiszen Tóth Barnabás nem tud az idén részt venni, ugyanaz a zsűrink, mint tavaly, hiszen tavaly nem tudtak eljönni Vásárhelyre a járványhelyzet miatt, úgyhogy úgy egyeztünk velük, hogy mindenképpen szeretnénk őket vendégül látni, és szeretnénk, hogyha érezhetnék ők is a kultúrpalota varázsát, és ezért abban a reményben, hogy az idén el lehet majd jönni, akkor úgy egyeztünk, hogy az idén majd helyszínen is ők zsűriznek, és ez most szerencsére sikerül is, hiszen ha meg tudjuk tartani a fesztivált, akkor most már ezzel az európai zöld útlevéllel már utazni lehet, tehát nem lesz most probléma, hogy eljöjjenek hozzánk. Hát már továbbra is sok a bizonytalanság, mégis abban reménykedünk, hogy ezek a rendezvények megmaradnak egy ilyen élhető formában. Köszönöm szépen, hogy jelen volt műsorunkban, és mindezeket elmondta. Sok sikert kívánok a fesztiválhoz. Köszönjük szépen.